feketék, agytarkák. A farkam hosszú és bojdban végződik, ami nagyon hasznos a szemtelen legyek és bogarak. Vagyok. Szia, Klotilda vagyok, a tyúkanyó. Tarts velem, bemutatom a családomat, és elmesélem, hogyan élek a tanyán. Felhő? Tessék. Hova menjünk? Gyere, Marci. Reggelente általában Mirus ugye itt szokott ülni a konyhába az etetőszékben, és itt reggelizik. Én elkészítem neki a reggelit, aztán elmosogatok, ápakolok, úgyhogy nekem nem nagyon szokott időm lenni, hogy reggelizzek. Ritkán egy joghurtot tudok gyorsan megenni, de rendes reggelire sajnos nem nagyon szokott időm lenni, úgyhogy már az szokott lenni, hogy így dél körül nagyon-nagyon éhes vagyok, és akkor elalszik, akkor eszek valamit igazából. Ma reggel egy picit sietősebb, mert megyünk a Végelen nénihez 10 órára. Úgyhogy most már öltözni és mosakodni kéne lassan. Csak ilyenkor elég nehéz elrángatni, mire látom, amikor elkezd így játszani. Na, gyere öltözni, baba! Sikerült elkészülnünk, felöltözni. Egy kicsit sokáig tartott, ugye szokás szerint, de felöltöztünk. Még cipőt veszünk fel, aztán indulunk is a Védő nénihez, ugye? Ott a hóember? Hát egy kicsit várnunk kell, amíg kiolvad az autó, mert tök vele van fagyva.
Miros, hova megyünk? Hova megyünk, baba? Védőnéni? Sikerült hamarabb elindulnunk otthonról, úgyhogy bementünk még a postára egy csomagért, és most sétálunk a védőnénihez. Fog meg a kezem, Miros. Gyere, ügyes vagy. Na, most voltunk a védőnéninél, ugye? Mirella nagyon-nagyon ügyes volt. Megmértük a súlyát, 12,5 kg, 84 cm magas. Úgyhogy jó sokat nőtt. És most pedig megyünk haza. Ó! Hazaértünk épségben, ilyenkor még szokott enni egy kicsit, úgyhogy hoztam neki fel banánt meg kekszet. Aztán hamarosan délben pedig már aludni fog. Most pedig kibontjuk ezt a csomagot, amit a postáról hoztunk el. Egy litudákos csoportban vettem Facebookon egy fodrászkészletet. Nézd, mi van itt, Manu! Mit eszem? Nyáron, amikor szép idő van. Mirus elmen a szobájában egyedül, úgyhogy addig én gyorsan sukiban megeszek egy proteinszeletet, mert most már kezdek éhes lenni, de nem igazán akarok adni neki proteinszeletből, és ha meglátja, akkor biztos, hogy kérni fog majd. Úgyhogy amíg el van, addig én gyorsan megeszem itt a szobánkban. Most lemegyünk megcsinálni a tejcit Mirusnak, mert tejitallal szokott visszaaludni, és már kezd nagyon álmos lenni, már cumit is kért, úgyhogy lemegyünk megcsináljuk a tejcit, ugye? Ó. Itt a tejcit. Mész aludni? Na, ez nem volt egy egyszerű és gyors altatás. Nem nagyon akart elaludni most, pedig általában bevált rutinunk van, így a délutáni és az esti alváshoz is. Ugye peluscsere, és akkor utána mesét szoktam olvasni neki, aztán befekszik a hálózsákba, megissza a tejcit, és utána el is szokott aludni. Csimizem közben, de van, hogy megissza a tejcit, de hasra fordul és már alszik is. Most meg csak ki akart jönni állandóan a kiságyból, de végül is sikerült elaltatni egy ilyen 20 perc alatt. Úgyhogy most én megcsinálom az ebédet, amíg ő alszik.